Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket és két beszélgető partneremet, Andaházy Szegély Viktor és Szabó Péter hadtörténész urakat, akikkel most megpróbáljuk áttekinteni azt, hogy 1941. júniusának végétől, júliusának elejétől mi is történt a hadműveleti területen, vagy miként lépett Magyarország hadba. A Kassátért bombatámadás után vagyunk, már mozgósítják a Kárpát csoportot, amely elindul a Szovjetunió területe. De hát kezdjük azzal talán, hogy mi is volt ez a Kárpát csoport, milyen létszámmal, fegyverzettel indul meg. A Kárpát csoport a 8. határvadászdandár, valamint az első hegyi dandár magasabb egységekből szerveződött. Ugye a 8. hadtest Szombathelyi Ferenc parancsnoklása alatt állt fel. A Kárpát csoport alakulataihoz kapcsolódott, illetve szerves részét képezték a gyors hadtestnek a mozgósított alakulatai, melyek július első napjában léptek be a megindított hadműveletbe. Gyakorlatilag a megadott célok azok a szovjet alakulatoknak a követése, a határ átlépése, illetve egy válaszcsapás megelőzésének a biztosítására, hogy indultak meg ezek a műveletek, hogy a szovjetek a megindított német támadást ne tudják megkerülni a Kárpátokon keresztül magyar területen átívelve. Július 9-én a gyors hadtest alakulatai a német délhadsereg csoport alárendeltségébe kerültek. Egész egyszerűen azért, mert a felgyorsult német előrenyomulásnak szüksége volt gyorsan mozgó seregtestekre, mivel a délen meginduló, ugye román területről induló német támadás, illetve a román alakulatoknak az előrenyomulása egész egyszerűen nem érte el azt a sebességet, amit a hadműveletek tervezése során kívántak, gondoltak. Ilyen formán elsődlegesen a gyors hadtestre tudtak gondolni itt a támadásnak a déli szárnyán a német hadvezetés részéről, és ezért is fejezték ki igényüket, hogy ezt biztosítsa a magyar hadvezetés a német támadás továbbvitelére. Ezért is bontották meg, ha lehet így fogalmazni, július 9-én a Kárpát csoportot. A gyors hadtest kivált és további támadó hadműveletekben aktívan részt vett, míg mögötte visszamaradt a Kárpát csoport néven megszálló tevékenységet folytató 8. határvadászdandár, illetve az első hegyi dandár alakulatai. Azt azért el kell mondanunk, hogy ezek a megszálló alakulatok rögtönzött alakulatok voltak, csökkentett értékű alakulatok, tehát bizonyos fegyvernem, mint például a tüzérség, nem szerepelt ezen alakulatokban kezdetben. A legénység állománya is hát 35-45 éves idősebb korosztályokból tevődött össze, és egy megszálló gyalogdandár létszáma az olyan 6-7 ezer föl lehetett, vagy még annyi sem. Hát ellentétben azzal, amit ugye egyébként a normál gyalogdandárnál ugye létszám azért jelentősebb volt, ugye itt a 10 ezer főt is. Igen, hát az erdélybe bevonulásra résztvevő gyalogdandárok olyan 10-11 ezer fősek lehettek. Most ezek a megszálló alakulatok aztán itt 1941 szeptemberre körül, de gyakorlatilag, ha tekinthetjük az egészet mégis Kárpát csoport néven, vagy nevezhetjük annak, ezek gyakorlatilag 1941 novemberre körülére, november-decemberre befejezik a tevékenységet, nem? Mert ugye a gyors hadtestet is hazahozzák a hadműveleti területről, és nem tudom, hogy azok a csapat és seregtestek, amelyek megszállóként működnek, azok is felváltásra kerülnek és újakat küldenek ki, vagy azok egy része megmarad, mert ugye Szombathelyi Ferenc szeptember 6-ától már a Honvéd vezérkar főnöke. Igen, ez egy nagyon fontos váltás, már csak olyan szempontból is, hogy ugye szeptember 7 és 10-e között Horthy, illetve Szombathelyi Hitlernél látogatást tesz. Természetesen akkor áttárgyalják azokat a katonai vonatkozású teendőket is, illetve az együttműködésnek a feltételét, keletrendszerét, amiben a keleti eseményeket tovább lehet vinni, mind német, mind magyar részről. Ugye ez már régi probléma volt, hogy a gyorsan mozgó alakulatok gyakorlatilag a német támadás ütemét követve, erejükön felül teljesítve, kijelenthető az, hogy teljes mértékben elhasználódtak. Ugye október környékén a lovas seregtesteket már kivonják a frontról, mert egész egyszerűen a lóállomány az teljes mértékben elhasználódik, gyalogos harcra alkalmazzák a huszárokat. Ezt követően a technikai eszközök is szépen lassan felmorzsolódnak, és a vezérkar, illetve az új vezérkari főnöknek a sürgetése abba az irányba hat, hogy mielőbb haza kellene hozni a gyorshadtestet vissza Magyarországra.
Ezt a kérdéskört is feszegetik ezeken a tárgyalásokon, és tulajdonképpen egy afféle megegyezés születik a német és a magyar katonai és politikai vezetés között, hogy a gyorsan mozgó alakulatok a gyorshatást visszavonásáért cserébe, kvázi, megszálló dandárokat bocsátanak rendelkezésre, amelyek átveszik a német mögöttes seregtes parancsnokságoknak a tevékenységére tartozó területeknek az őrzését, a katonai közigazgatásnak a fenntartását, kiépítését, tehát amit összefoglalva a megszálló tevékenységként említünk. Ha egy másodpercre visszatérhetnék, hogy konkrétan mondjuk miben merült ez ki, a megszálló tevékenység, ugye a Kárpát csoport számára a meghatározott feladatok, amit megkapott már, mint megszálló tevékenységet végző alakulat, a vasútbiztosítás volt elsődlegesen meghatározva, a polgári életnek a normalizálása, a közigazgatás újraszervezése, illetve nagyon fontos volt, főleg a német gazdaság szempontjából, az üzemek termelésének, illetve a gazdaság működőképességének a visszaállítása. Tehát gyárak őrzésére használták ezeket a megszálló alakulatokat, és a közigazgatás minél gyorsabb regenerációja volt a cél, hiszen csak egy olyan területen lehet termelést folytatni, ahol az élet viszonylag visszatért a normális kerékvágásba. És ugye szeptember 16-áig sikerült kvázi elhúzni a magyar alakulatoknak a német közigazgatás számára való átadását az ő általuk birtokolt területnek, és minden követ megmozgattak, hogy a lehetőség szerint maximalizálják az innen kinyerhető gazdasági javakat. Nehezményezte is egyébként Lass galiciai helytartó, hogy még a bányák kisvasútanyagát is elszállította a magyar megszálló erő, ugyanakkor a két állam közti megjegyzés alapján kizárólag a kint tartózkodó honvédség fenntartására szükséges mértékben vehették volna csak igényben az ukrajnai gazdasági potenciált. Nagyon fontos ez, hogy visszaállítsák a gazdaság működőképességét, mert ugye Németország gazdaságának szüksége volt az újonnan meghódított területeknek a termékenységére, illetve termelőképességére. Az előbb itt elhangzott, hogy megszálló dandárok kerülnek ki. Milyen létszám, vagy milyen erő kerül ki a gyorshatást visszavonása után, illetve milyen lépések történnek mondjuk még ősszel, szeptember, októberben esetleg? Vagy pedig akkor nem változik a helyzet, hanem csak az oly sokat emlegetett Magyar Király II. Honvéd hadsereg kiszállítását követően történik változás? Először 4 gyalogdandár kerül ki megszálló alakulatként, aztán 41 decemberében került volna ki 2, de abból végül is csak 1 került ki, mert hát megindultak az orosz támadások Moszkvánál, úgyhogy az a 111. gyalogdandár már nem érkezett ki. És akkor így állt fel ez a magyar megszálló erő parancsnoksága, amely aztán 42. februárjában, miután ezek a megszálló dandárok eléggé távol mozogtak egymástól, tehát nagyon megnövekedtek az utánszállítási vonalak, úgyhogy ezt a kontingest felosztották nyugati és keleti megszálló csoportra. A nyugati megszálló csoport az elsősorban galiciai területeken tevékenykedett, ott, ahol az a előző 2 gyalogdandár is, vagy hát a 8. határvadász és az első egyi dandár is tevékenykedett. A keleti megszálló csoport pedig a tulajdonképpen a legpartizánosabb vidéken, a Brianszki erdő területén. Hát akkor feltételezem, hogy a Brianszki erdő környékén nem lehetett valami leányálom szolgálatot teljesíteni. Különös tekintettel arra, hogy ugye a Brianszki erdőben, illetve környékén a szovjet 50. hadseregnek a gyakorlatilag intaktként megmaradt alakulatai vették be magukat. Nehéz fegyverzettel rendelkeztek, páncélos erővel rendelkeztek, és velük szembe kellett felvenni irgalmatlan nagy területeken a harcot a kint tartózkodó magyar megszálló erőknek. Olyan szintű felkészültségük volt ezeknek a szovjet partizán alakulatoknak, hogy még páncélos javító műhelyt is találtak egy-egy ilyen partizán ellenes nagyobb hadművelet esetén. Tehát ez világosan jelzi azt, hogy elég aránytalanul álltak egymással szemben a megszálló alakulatok, különös tekintettel arra, hogy ugye a kint tartózkodó gyakorlatilag néhány tízezer főre olyan területek jutottak,
hogy 6-800 kilométeres vasútvonalaknak a komplett ellenőrzését kapta meg adott esetben egy dandár, ami egész egyszerűen fizikailag végrehajthatatlannak bizonyult, hiszen egy erdős vidéken keresztül menő vasútvonalat őrizni úgy, hogy azt ne robbanthassák fel akár 200 helyen egy pillanat alatt, a partizánok egész egyszerűen lehetetlenség. Változott ez a helyzet, bocsánat Péter, a második hadsereg frontra vagy a hadműveleti területe történő kiszállítása során, tehát a második hadsereg a mögöttes területen, tehát a frontvonal mögött be tudott én így fogalmazni segíteni esetleg megszálló feladatok ellátásába, vagy teljesen más feladata volt, hiszen egy nagy hadműveletre szállították ki? Igen, részben tulajdonképpen megszálló feladatokat is ellátott az arcvonal mögötti régiókban. 6 tábzászlója volt a második hadseregnek, ebből 3 a hátsóbb régióban tevékenykedett, tehát az Oszkol folyó környékén, tehát a hadsereg parancsnokságtól még nyugatabbra, és 3 pedig közvetlenül az arcvonal mögött, ott főleg az állomás parancsnokságoknak a tevékenységét segítette. Itt, mint említettem, megtörtént ezeknek a településeknek a katonai közigazgatási szervezése, sztárosztát neveztek ki, segédrendőrséget, amelyek a helyi lakosságot igyekeztek munkaszolgálatba állítani, illetve a mezőgazdasági termelés folytatására bírni. Tehát tulajdonképpen ez volt a feladatuk. És hát természetesen ilyen biztonsági rendelkezéseket is hoztak, hogy ezeket a fronton harcoló alakulatokat váratlan, meglepetésszerű támadás, esetleg partizán támadás ne érje, illetve hogy ne tudjanak meg ezekről az alakulatokról többet a szemben álló csapatok, tehát a Donon túli csapatok, tehát a kém tevékenység ellen is próbálták biztosítani ezeket a Donnál harcoló alakulatokat. Milyen volt a viszony a megszálló és a megszállt területek lakossága között? Én azt gondolom, hogy általános egyöntetű képet semmiképpen nem láthatunk, hogyha itt a különböző jelentésekre támaszkodunk, illetve a különböző intézkedéseket, amennyire ezek még elérhetők archívumokban, megpróbáljuk górcső alá venni. Egy történelmi tendencia azért talán megfigyelhető, tehát az első időszak itt mondjuk a 41-42-es évekre gondolok elsősorban, viszonylag szigorúbb megközelítését a későbbiek során a kontraproduktivitás miatt, tehát a lakossággal szembe való erélyesebb fellépést a későbbiek során egyfajta megengedőbb vagy kooperatívabb megszálló tevékenységről beszélhetünk. Olyan értelemben, hogy a betakarításokban nyilván a maga érdekében is részt vett adott esetben a hadsereg, de mondjuk oktatást igyekezett szervezni, főleg a német közigazgatás természetesen, amiről most beszélek. Mert egész egyszerűen belátták azt, hogy ha tűzzel, vassal, az elrettentés eszközével próbálják pacifikálni a területet, akkor ez pont az ellentétét fogja eredményezni, mint ami a várt hatás lenne. Többször olvastam emlékezésekben elsősorban az oly sokat emlegetett második hadsereg visszavonulása kapcsán, hogy számos esetben segítséget kapnak a terület lakosságától, befogadják őket, bemetnek, és nem azzal, hogy fegyverrel kényszerítik az ott lakókat, hogy vizet forraljanak nekik, vagy megosszák a minimális élelmüket. Ezek mennyire tűnnek hitelesnek, vagy valósnak? A színi napokban és visszaemlékezésekben is számtalanszor lehet ilyesmit olvasni, úgyhogy ez nem téveszme, ez hiteles megállapítás. Tehát mondhatjuk akkor azt, hogy a volt Magyar Királyi Honvédség ott harcoló, illetve megszálló feladatokat ellátó csapat és sereg testei és a megszállt területek lakossága között, amennyiben háborús viszonyok között létezik, normális viszony uralkodhatott? Hát legalábbis erre törekedtek, több rendelkezés született arról, hogy a magyar alakulatok lehetőleg ne fosztogassanak, ne raboljanak, a nők ellen ne kövessenek erőszakot és egyéb. Na de ezek a rendelkezések folyamatosan ismétlődtek, legalábbis ami ilyen iratokkal én találkoztam a megszálló alakulatok anyagaiba, tehát ezek a dolgok megtörténtek. Nem véletlenül ismétlődtek meg ezek a rendelkezések. Ugyanis ez nagyon fontos lett volna tényleg betartani ezeket, mert a partizánok mellett így a helyi lakosság is a megszállók ellen fordult volna.
vagy fordul. Adott esetben. Adott esetben, és ezt mindenhogyan ki kellett volna védeni valahogy. Tudjuk, hogy a Szovjetunió ugye számos nemzetiség, nép alkotta birodalom volt. Lehet-e érzékelni mondjuk azt, hogy az ukrán és amennyiben lehet így nevezni orosz területen más a viszonya az ott lévő magyar alakulatoknak a lakossággal, vagy pedig ugyanazt lehet mondani, hogy egyforma? Hát semmiképpen se egyforma. Hát a galíciai részen az erősen lengyel, illetve zsidó lakta terület volt. Ott egészen más volt a lakossággal való kapcsolata a magyar alakulatoknak, mint például hát Kijevtől keletre, ahol, hát ott, ahol kemény partizán háború folyt. Tehát mondhatjuk azt, bocsánat, ott hogy nagyon nehéz volt a lakosság kegyeit elnyerni, igen. Míg ezek szerint ezen a területen, Galícia az egykori monarchiához tartozó területeken, ez talán egyszerűbb volt. Ez egyszerűbb volt, igen. És ráadásul ezek a Brianszki erdőbeli harcok során ugye a magyar alakulatok azt is gondolhatták, hogy a lakosság sem az ő hiába próbáljanak velük normális kapcsolatot teremteni, mégsem az ő oldalukon fog állni, hanem inkább a partizánok hátországának számít. Hát nyilván azt kell mondanom, hogy ezek az emberek saját hazájukat hogy nem védték, vagy valami, mert ugye Ukrajnában 41-ben még kvázi felszabadítőként is fogadnak sok helyet német vagy magyar csapatokat, de ez megváltozott. Én azt gondolom, kedves nézőink, hogy ez a rövid kis idő arra volt elegendő, hogy némi bepillantást nyerhessünk abba, hogy a volt magyar királyi honvédség milyen feladatokat, vagy milyen megszálló feladatokat volt kényszerült ellátni, vagy volt kénytelen ellátni az egykori Szovjetunió területén, amelynek a története már, mint a megszálló alakulatok története és az oldalt eseményeké nyilván még számos kutatást igényel, de azt gondolom, hogy ez egy rövid utalás lehetett arra, hogy merre indult el a kutatás, illetve a történészek, miként a hadtörténészek, miként foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és hogy nyilvánvaló ennek a megközelítése is sokkal inkább szakmai kellene, hogy legyen, mint politikai és egyéb napi politikai kérdések alá rendelt dolog. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, két beszélgető partnernek, Andaházi Szegi Viktornak, illetve Szabó Péternek pedig azt, hogy megtiszteltek bennünket a stúdióba, és elmondták a gondolatainkat. A viszontlátásra!